A Kazincz Barcika kék-sárgában, a Dorog csapata pedig piros-feketében lépett pályára. Mindkét csapat fontos mérkőzés elé nézett, így mindkét együttes bizonyítani szeretett volna. A mérkőzés 9. percében oldalpasszolt Berkinek, aki a 16-os széléről próbálta bevenni Mursics kapuját, eredménytelenül. A 12. percben Takács Péter lőtt távolról a kapura, a lövést Horváth László könnyedén hárította. Az akciót követően a 15. percben Földi Botond lő a 16-oson belülről a KBSC kapuja felé. A 26. percben Farkas András bedobását követően oldal Tibor indul meg a kapu irányába, és több dorogi játékos mellett is sikeresen vitte el a labdát, de a Berkinek továbbított lövést a hazaiak már kivédték. A félidő előtt közvetlenül Berki István a kapu elérkező szabadrúgása után több lehetősége is volt a Kazincz Barcika csapatának a gólszerzésre, azonban egyiket sem sikerült értékesíteni. A mérkőzés 60. percében a 99-es Paudics Patrik góljával megszerzi a vezetést a dorogi együttes. Az akció után 9 perccel az 57-es számmal játszó Délceg Gergely, góljával pedig már 2-re vezet a dorogi FC. A hosszabbítás perceiben a 92-ben a 24-es Nyíri Vince góljával állítja be a végeredményt a dorogi FC. KBSC Dorog 0-3. A KBSC legközelebb vasárnap a Soroksár csapatát fogadja 13 órától. Most kerül bocsánat, és most a gólszerző Albert.